Újra Rákos mentére érkezett a mobil kormányablakbusz. Az érdeklődők előzetes időpont foglalás nélkül kerületszerte intézhették az okmányaikkal kapcsolatos ügyeiket. Erasmus Plus program a Rákosmenti Csicsergő óvodában. A 17. kerületi létesítmény 3 európai ország további 4 intézményével közösen vesz részt a Mindannyian Robotikát Tanulunk az Óvodában című projektben. Nyílt napot tartottak a Hófehérke óvodában. Az eseményen a szülők és a körzet iskoláinak tanítói kaptak betekintést az intézmény pedagógiai tevékenységébe. Köszöntöm Önöket, a Rákosmente televízió krónikáját látják a kerület legfontosabb eseményeivel. Március 17-én és 18-án Rákoskeresztúr több pontján is leparkolt az úgynevezett mobilizált kormányablak ügyfélszolgálat, más néven a kormányablakbusz. Az ügyfelek egy előzetes tájékoztatást követően időpont foglalás nélkül intézhették a különböző személyi okmányaikkal kapcsolatos ügyeiket. Hasonló akcióra vélhetően a nyár folyamán számíthatnak majd az érdeklődők. Március 17-én és 18-án újfent a rákosmentiek rendelkezésére állt a mobilizált kormányablak ügyfélszolgálat, ezúttal Rákoskeresztúr különböző pontjain. Az elmúlt években gyakorta feltűnt a kormányablak busz a 17. kerületben, így a legtöbben felkészülve érkeztek a kijelölt helyszínekre. Előzőleg ki lettek értesítve a kerületi lakosok, úgyhogy regisztráció nem szükséges hozzá, tudják, hogy mikor vagyunk itt, nyomtatványokkal felkészülten jönnek, és mindenkit szeretettel fogadunk. A helyi hivatal két munkatársának közreműködésével csütörtökön 86 fő élt az ügyintézési lehetőséggel, de a pénteki nap folyamán is sorra érkeztek a lakosok. Személyigazolványt tudunk készíteni, útlevelet, vezetői engedélyt és lakcímkártya pótlást. A mobil ügyfélszolgálat működését Dunai Mónika, Rákosmente, Kőbánya Kertváros és az Újhegyi Lakótelep országgyűlési képviselője egyaránt megtekintette. Remélem, hogy a következő időszakban még többször üdvözölhetjük itt a kormányablak buszokat, hiszen a csaknem 90 ezer rákosmentinek eléggé szűkös a hely itt a kerületi járási hivatalnál, ahol egyébként tervezzük azt, hogy kormányablak számot bővítünk majd a jövőben, illetve szeretnénk megszüntetni azt a hosszas sorbanállást, amelyet minden nap tapasztalunk ott. Arra is elkészültek a tervek, hogy hogyan lehetne azt az épületet egy előtetővel ellátni. Dunai Mónika hozzátette, amint kivitelezésre kerülnek a már elkészült tervezetek, még gördülékenyebben, színvonalasabb körülmények között folyhat az ügyintézés a 17. kerületi kormányhivatalban. Március 21-én tartotta programnyitó rendezvényét a Rákosmenti Csicsergő óvoda, amely immáron második alkalommal pályázott sikeresen a 2020 és 2023 között zajló Erasmus Plus programra. A 17. kerületi kisgyermeknevelő intézmény 3 európai ország 4 intézményével vesz részt közösen a több éves projektben, ami a Mindannyian Robotikát Tanulunk az Óvodában címet viseli az aktuális tematikára való utalásként. A kezdeményezés egyik fontos célja, hogy a résztvevő nemzetek megismerkedhessenek egymás nevelési gyakorlatával, valamint kulturális értékeivel. A nyitó eseményen jelen volt és köszöntő beszédet mondott Horváth Tamás, Rákosmente polgármestere. 2017-et követően második alkalommal pályázott sikeresen az Erasmus Plus programra a Rákosmenti Csicsergő óvoda. Az intézmény március 21-én tartott nyitó rendezvényt, melynek keretében vendégül látta a kezdeményezésben résztvevő további 3 európai ország óvodáinak képviselőit. Az együttműködő partnerek Portugáliából, Olaszországból és Törökországból érkeztek erre az alkalomra. Őket a saját nyelvükön köszöntötték műsorok részeként a növendékek. Ezúttal a robotika tanulása és elsajátítása köré csoportosult a 3 éves projekt tematikája, mellyel kapcsolatban Horváth Tamás polgármester úgy fogalmazott, a vonatkozó kezdeményezés rámutat arra világunkban jelenleg is zajló felgyorsult folyamatra, amely a digitalizációt és annak megismertetését irányozza elő a legfiatalabb korosztály számára. Nyilván azok, akik ezzel foglalkoznak, azok látják, hogy merre megy a világ, és a fejlődés nem lehet megállítani, tehát muszáj utána menni, és ez a program ez erről szól, hogy fontos legyen a gyermekenek a képzése,
És az, hogy ez egy nemzetközi szintre emelkedett az Erasmus programban, ez még úgy gondolom még pozitívabb, hiszen azon kívül, hogy megismerik a gyermekek ezt a robotikát, azon kívül az egymás oktatási feladatot is megismerik, és biztos, hogy lehet elcsenni innen-onnan jó példákat, úgyhogy hasznosnak találom, és bízom abban, hogy mi is fogunk tudni olyan példákat mutatni itt a külföldi vendégeknek, amiket esetleg ők majd otthon tudnak hasznosítani. A Rákosmenti Csicsergő óvoda az infokommunikációs nevelés terén az oktatási hivatal bázis intézményének számít. Az Erasmus Plus pedig segítséget nyújt abban, hogy az óvoda pedagógusok az informatika témakörében minél szélesebb tudásra tegyenek szert, melyet a mindennapi nevelés során is tudnak hasznosítani. Erről már Szépné Vincenc Katalin, a projekt koordinátora beszélt. Az algoritmikus gondolkodás, meg az algoritmusok, a robotika, azt gondolhatjuk, hogy jelen van a mindennapokban, mivel például, hogyha csak egy öltözködési sorrendet nézzünk, már az is egy algoritmus. Úgyhogy a hétköznapjainkban teljesen jelen van az egész. És nagyon fontos ma már, mivel a gyerekek mindenféle digitális eszköz használnak, már nem újdonság nekik egy okostelefon vagy egy tablet, akkor mi is nyújtsunk nekik egy újat ezen a területen, és ez a robotika. A foglalkozások során a gyermekek maguk is meggyőződhettek az egyes robotok képességeiről a különféle készségfejlesztő játékok segítségével. Antonio João Roche, a kezdeményezés szülőatya, aki Portugáliában dolgozik pedagógusként, kiemelte, hogy a Prerobot címre hallgató munkaterv 3 évvel ezelőtt született meg. A célja pedig az volt, hogy a gyermekek már 3 éves korban megismerkedhessenek a robotika világával, és az elsajátított tudnivaló később az iskolai tanulás során hasznukra lehessenek. Ha a gyerekek már 3 éves korukban elkezdenek tanulni és megismerkedni a robotokkal, sokkal könnyebb lesz számukra a jövőben megérteni sok más ezzel összefüggő tantárgyat is. Ezáltal fejlődik a gondolkodásmódjuk, a probléma megoldó készségük, a logikájuk. Nagyon fontos, hogy ezekre minél korábban szert tegyenek, hiszen ez segít nekik a matematikában, valamint a különféle idegen nyelvek, mint például a portugál, olasz vagy éppen a török elsajátításában, akik mint partnerországok vesznek részt a projektben. A következő egy hét során a delegációk tagjai különféle szakmai programokon és továbbképzéseken vesznek részt, melyeknek égésze alatt megismerkednek a magyar intézmény működésével, tehetséggondozási gyakorlatával, az informatikai nevelés jellegével, továbbá hazánk értékeivel. Az Erasmus Plus program 2023. július 31-ig tart majd, ez idő alatt valamennyi résztvevő ország vendégül fogja látni a másikat. A Rákosmenti Hófehérke óvoda mindennapjaiba, pedagógiai tevékenységében nyerhettek betekintést, valamint az iskolába készülő gyerekek aktuális fejlődési üteméről kaphattak képet azok a szülők, akik március 18-án ellátogattak az intézménybe. Annak vezetősége rendszeresen szervez nyílt napokat, ugyanis fontosnak tartja, hogy a növendékek hozzátartozói megtapasztalják, milyen minőségű szakmai munka folyik az épület falai között. Ez alkalommal az eseményen a körzeti iskolák tanítói is részt vettek. Március 18-án nyílt napot tartottak a Rákosmenti Hófehérke óvoda süni csoportjában. Az eseménynek köszönhetően a már iskolába készülő gyermekek szülei egy délelőttöt tölthettek el a létesítményben, melynek során bepillantást nyerhettek az intézmény mindennapjaiba, pedagógiai tevékenységébe és a növendékek az épület falain belüli fejlődésébe. Szerintem ez mindenütt így kell, hogy legyen. Azt gondolom, hogy ez egy kivételes óvoda, rendkívül szerencsések vagyunk. Az, hogy mesterpedagógus foglalkozik majdnem minden csoportban, tudtam már minden csoportban a gyerekekkel, az egy óriási dolog, és szerintem kevés szülő mondhatja ezt el magáról, hogy alig 6 éves, szinte még nem is 6 éves a gyerek, és nyugodt szívvel engedi iskolába, mert iskola érett. Kis Gabriella mesterpedagógus elmondta, a gyerekek iskolára való felkészítése nem a nagy csoportban kezdődik, ugyanis az óvónők már szinte a kezdetektől fogva úgy építik fel az egyes tevékenységeket és a fejlesztési feladatok sorát, hogy az óvodások 6-7 éves korukra elérjék az iskola érettséget. A mesterpedagógus rámutatott, a nyílt nap folyamán megvalósuló foglalkozásoknak köszönhetően a szülők képet alkothatnak a növendékek értelmi fejlődéséről és szociális képességeikről.
Ma egy környezet megismerésére nevelés matematika foglalkozást láttak, és egy rajzolás, festés, mázolás tevékenységen belül egy barkácsolást. Mind a két tevékenység komplexen nyilvánult meg, egymásra épült. Ezekben a tevékenységekben fontos volt az, hogy a gyerekek az utasításokat hogyan követik, hogy türelmesen hogyan tudnak egymásra várni és segíteni egymást, hogy megértik a pedagógus utasítását és képesek követni a feladatoknak a sorrendiségét. A rendezvényen a körzeti iskolák tanítói is részt vettek, így ők is megismerkedtek az óvoda pedagógiai programjával, valamint a leendő első osztályosokkal és azok hozzátartozóival. Arra számítunk, hogy az óvodás kisgyerekek ebben a korban már rendelkeznek azokkal a képességekkel, készségekkel, akár kiegyensúlyozott mozgás kultúrával, egy beszédkészséggel, fogalom tárral, amire mi az első osztályban építeni tudjuk az olvasás tanítást, az írást és sok más fontos dolgot. Itt remek példa volt arra, hogy láttuk, hogy gyakorlatilag a gyerekek egy rendszerszerű készségfejlesztést kapnak, nagyon csodálatos eszközökkel, eszköztárral. M. Tóth Katalin, a Rákosmenti Hófehérke óvoda intézmény vezetője kitért rá, a szülők a mindennapok során nem tudnak kellő időt szakítani az intézményi munka megfigyelésére, egy-egy ilyen nyílt nap alkalmával azonban lehetőségük nyílik erre. Ilyenkor kötetlen formában megtekinthetik azt, hogy milyen fejlettségi szintre jutott a saját gyermekük. Minden évben van nyílt nap, sőt nem egy nyílt nap, több nyílt nap van, és így meg tudjuk beszélni azokat a dolgokat, amik számukra is kérdésesek, illetve el tudjuk mondani, hogy egy matematika foglalkozásnak mi a célja, vagy láttuk a vizuális tevékenységet azáltal, hogyan ügyesedik és milyen formában ügyesedik a gyerek. M. Tóth Katalin hozzátette, az óvoda valamennyi csoportjában tartanak ilyen jellegű programokat, céljuk ugyanis, hogy a növendékek létesítményben eltöltött 3 éve alatt a hozzátartozók gyermekük előmenetelét folyamatosan nyomon követhessék. Március 18-án rendezte meg a már hagyománynak számító 24 órás kosárlabda maratonját a Balassi Bálint 8 évfolyamos gimnázium. Idén 2 korcsoportra bontva összesen 18 csapat vett részt a jó hangulatú mérkőzésen, ahol a nyitó meccsen Horváth Tamás polgármester is játékosként vett részt. Az eseményen továbbá jelen volt Dunai Mónika, Rákosmente, Kőbánya Kertváros és az újhegyi lakótelep országgyűlési képviselője, dr. Fekete Ildikó, a Kelet-Pesti Tankerületi Központ igazgatója, valamint Farkas György, az intézmény vezetője is. 2 év kihagyás után ismét megrendezésre került a 24 órás kosárlabda maraton a Balassi Bálint 8 évfolyamos gimnáziumban, ahol ez alkalommal 18 csapat 2 korcsoportra bontva játszott meccseket. Horváth Tamás polgármester idén is részt vett a nyitó mérkőzésen, és mint hangsúlyozta, fontos a mozgás, valamint a szellemi munka mellett végzett fizikai aktivitás. Mindenképpen fontos számomra is, de én mondom, az ifjúság számára még fontosabb, hogy mozogjanak, sportoljanak. Gyerekkoromban vagy iskolás koromban én is sportoltam, kosaraztam általános iskolás koromban, aztán később a focira váltottam, de a sport mindenképpen része volt az életemnek, és a mai napig szeretek, különösen a labdajátékokat szeretem, de egyébként egyéb testmozgásban is részt veszek, úgyhogy mindenképpen fontos, ahogy elhangzott a kérdésben is, hogy a szellemi munka mellett fontos, hogy az ember egy kis fizikai munkát is végezzen. A városvezető mellett Dunai Mónika országgyűlési képviselő is jelen volt az eseményen, aki korábban a tanintézet diákja volt, most pedig a labda feldobásával megnyitotta a maratoni versengést, és mint kiemelte, habár a tornaterem nemrég korszerűsítve volt, céljuk, hogy egy nagyobb létesítményt építsenek az iskolának. Egyre másra újítsuk fel a tornatermeket. A Balassi tornaterme is az elmúlt években lett felújítva, azért, hogy az itteni diákok, én is egyébként volt balassis vagyok, méltóképpen tudjanak mozogni, mind tesi órákon, mind a délutáni órákban. És most kezdődött el egy kültéri kézilabda pályának a kiépítése is itt a Balassiban,
azt szeretnénk, hogyha a következő állomás az lenne, hogy egy ennél nagyobb, még egy méltóbb tornatermet tudjunk majd építeni. A március 18-ai rendezvény megszervezése most is Trikinác Bence nevéhez köthető, aki már elballagott tanulóként koordinálta a maratoni meccsek létrejöttét. Mint elmondta, 24 órán át tartó mérkőzések fő célja a kezdetektől az, hogy barátságok szövődjenek és jó hangulatban kosarazzanak a fiatalok. Az volt az alapvető feltétel, vagyis nem is feltétel, hanem célunk ezzel, hogy ugye barátságok jöjjenek létre, egy eszméletlen kaland, tényleg együtt vagyunk egy éjszakán keresztül, bulizunk, szól a zene, kosarazunk. Ez egy jó hangulat, és ez csak azért jött létre annó. A nagyjából 100 növendék közreműködésével lezajló sportprogram a tervek szerint jövőre ismét megrendezésre kerül majd. Most következzen néhány fontosabb hír a közelmúlt eseményeiből. Hétről hétre támogatja Rákos Mente az Ukrajnában dúló háborús helyzet károsultjait. Március 7-én Horváth Tamás polgármester, Virág Mihály, Rákos Csaba önkormányzati képviselője, valamint Pápai Bálint a helyhatóság gondnokság vezetője két kisbusznyi adományt juttatott el a kerület testvértelepülésére Csonkapapiba. Március 17-én pedig újfent útnak indult a küldöttség, ugyanis a lakossági felajánlásoknak köszönhetően ismét jelentős mennyiségi hozzájárulás gyűlt össze a közművelődési intézményekben. Március 17-én már pirkadatkor jövésmenés volt Rákosmente önkormányzatának parkolójában, nem sokkal később pedig Horváth Tamás polgármester, Virág Mihály önkormányzati képviselő, továbbá Pápai Bálint gondnokságvezető a humanitárius segítségnyújtás jegyében újfent Csonkapapi felé vette az irányt. Két kis buszt telített meg a helyhatóság a 17. kerületi lakosság adományaival, csak úgy, mint március 7-én. A múlt héten vittük az első szállítmányt, és amikor elváltunk, ugye azt kérték, hogy miután egyre több ott is a menekült, elsősorban élelmiszer problémáik vannak, tehát ez sok embert etetni kell, és azt kérték, hogy amennyivel lehetséges, akkor több élelmiszert vigyünk, úgyhogy most így is történtek az autóknak a megpakolása, hiszen hála Istennek Rákosmente lakossága adakozó, és nagyon sok tartós élelmiszert kaptunk. A kerületi közművelődési intézményekbe a jelentős mennyiségű konzerv, tészta és az egyéb tartós élelmiszerek mellett higiéniai, valamint az újszülött ellátáshoz szükséges eszközök egyaránt érkeztek. Mindezeket listába szedte a városvezetés, mivel az ilyen jellegű dokumentum a határátlépésnél nélkülözhetetlen. A cél ezúttal is az volt, hogy a felajánlások mindenképpen eljussanak Csonkapapiba. Hallottunk olyan információkat, hogy a nagy központi raktárakba gyűjtés Ukrajnában vagy Kárpátalján, ugye Ungvárra mennek a nagy szállítmányok, és onnan nem biztos, hogy minden esetben kapnak belőle ellátmányt, úgyhogy mi ezt látjuk biztosítottnak, hogy így közvetlenül leszállítjuk a településre, és akkor ott helyben tudják ezt hasznosítani. 7 órára a gépjárművek teljesen megteltek a felajánlásokkal, így kezdődhetett az újabb utazás. Az ennek során szerzett tapasztalatokat Virág Mihály önkormányzati képviselő örökítette meg. Eladjuk Borobást, és már a szemmel látható látni a határt. A határnál jelenleg nem lehet felvételeket készíteni, viszont ez alkalommal az eddiginél gyorsabb volt az ellenőrzés, így a küldöttség tagjainak 1 óra 10 perc alatt sikerült átjutniuk Kárpátaljára. Csonkapapiban az előzetes egyeztetésnek megfelelően kerültek lepakolásra az adományok, melyekkel szinte megtelt a községháza előtere. Nagy József előjáró hálás köszönetét fejezte ki a rákosmentieknek, hiszen a településre érkező menekültek ellátása valódi kihívás a helybelieknek. Az állam az most elfelejtkezett rólunk. Tehát most tulajdonképpen csak ezekből az adományokból tudjuk őket etetni, szálláson, amit Magyarországról kapunk. Most van egy olyan dolog, hogy az állam intézményeknek a villanyköltségét esetleg átvállalja az állam, aha, de itt még abban is probléma van, mert az egyházi intézményben van elhelyezve. Rákosmente a jövőben is igyekszik segíteni a testvértelepülésének, így a segítő szándékú polgárok továbbra is leadhatják hozzájárulásaikat a kerület részi művelődési házakban.
A kertgondozás során keletkező gyomokat, lomb, fa, illetve bokornyi esedéket a fővárosi közterület fenntartó non-profit ZRT március 1-től kizárólag erre a célra fenntartott, biológiailag lebomló zsákokban térítésmentesen elszállítja. A fuvarozásért felelős járművek jellemzően a kora reggeli órákban közlekednek, így a zöld hulladékokat lehetőleg a begyűjtés napján hajnali 5 óráig mindenképpen érdemes kikészíteni az ingatlanok elé. Az idei esztendőben is március 1-én kezdte meg a főváros zöldövezetes kerületeiben a kerti zöld hulladékok járatrendszerben történő elszállítását a fővárosi közterület fenntartó non-profit ZRT. Mondta el Horváth László, a BKM Budapesti Közművek non-profit ZRT PR szakreferense. Az aktuális körzethatárok, illetve a szállítási időpontok kerületi bontásban a www.fkf.hu-n a társaság honlapján egyaránt megtalálhatóak. Magát a 17. kerületet egyébként az előző évekhez hasonlóan körzetekre, ezúttal idén 7 körzetre osztottuk, és az adott körzetre egy nap elszállítási időpont vonatkozik. Tehát nagyon kérjük a kedves kerületi lakosokat arra, hogy azon a tájékoztatón szereplő dátumon, amit ők megkaptak egyébként a postaládákba, a lontartási tájékoztató hírlevelekhez hasonlóan, tehát egy zöld hulladékgyűjtő tájékoztatás is érkezett a postaládákba. Tehát ezen szerepel az adott körzetre vonatkozó kihelyezési és elszállítási dátum. Tekintettel arra, hogy ezek a speciális járművek korán közlekednek, legkésőbb reggel 5 óráig ki kell készíteni a kerti szemeteket az FKF logójával ellátott gyűjtő alkalmatosságokban. Ugyancsak lényeges, hogy a gajakat, az ágakat, a vékonyabb ágakat beletetik a zsákba, a maximum 10 cm-es ágakat viszont legfeljebb 1 méteresre darabolva összekötve a zsákok mellé kell kihelyezni. Tehát, hogyha ennél vastagabb ágak, vagy uram, hogyha fatörzsek vannak, azt a munkatársaim már nem fogják elszállítani, hiszen a jármű nem alkalmas ennél vastagabb gajak, ágak elszállítására. A zsákokhoz jelenleg 235 forintos darabáron lehet hozzájutni az FKF ügyfélszolgálati kirendeltségeinél, valamint a lakossági hulladékudvarokban, melyeknek Rákos mentén is van telephelye, a Gyökérköz 4 szám alatt. A lebomló tárolók szavatossági ideje anyaguk jellegéből következően rövidebb, ezért a megvásárlás után azokat mielőbb fel kell használni. A zsákok kikészítésével kapcsolatban az a kérésünk, hogy ezt úgy helyezzék ki, hogy a gyűjtőjárművek ezt meg tudják közelíteni, lássák a kollégák, hogy kikészítették a zsákot, és akkor elszállítjuk. A melléktermékekből komposztálási technológiával minősített engedéllyel rendelkező talajjavítóanyag készül. Az FKF ZRT szolgáltatása egészen december 2-ig elérhető. A Rákosmente Televízió krónikáját látták. Riportjainkat visszanézhetik honlapunkon, a rákosmentetv.hu oldalon. Vigyázzanak egészségükre, minden jót kívánunk, viszontlátásra!